arra volt jó, hogy elkezdjek körültekinteni, hogy oké, hogy Melinda ennyire jó nekem, de mi van még? És beálltam mindenféle kodolatú szerepbe, többek között a szöktetés a szerályból Konstancájába, és akkor felvetődött az egy ifjúsági sorozattal kapcsolatban, hogy nagyon hirtelen be kellett állnom Szilágyi Erzsébetnek. A Hunyadit négyes szereposztásba hozta ki a színház, és különböző egészségügyi problémák miatt nekem nagyon gyorsan kellett még fellépnem, méghozzá úgy, hogy egy héten át főpróbával együtt 5 alkalom volt a fellépésre, egyik nap Konstanca, másik nap Hunyadi, egyik nap Konstanca, másik nap Hunyadi. Most mondanom sem kell, hogy ezt nem tanácsolom senkinek, és magamnak se tanácsoltam, de egyszerűen nem volt más lehetőségem, mint az, hogy megpróbálom. És ez is egy ilyen lépcsőfok volt, amikor én a teljesen végletekig elhajtottam magamat. De azért mertem ezt bevállalni, mert már akkor ismertem a szerep, mind a két szerepet, és azt gondoltam, hogy tulajdonképpen lefedi egymást a hangi igény. Akkor még semmit nem tudtam arról, hogy egy csomó nagy elődöm mind a két szerepet énekelte, hogy ennek abszolút megvannak a hagyományai a szerep történetében. Ez csak a saját tapasztalatom volt. Többen óva intettek, hiszen a Szilágyi Erzsébet szerepét valószínűleg, akkor ezt mondták, hogy valószínűleg hasonló kodolatúr énekesnek írta Erkel, de a szerep magyarországi hagyományai sokkal drámaibbak voltak. Drámai, igazi drámai szopránok énekelték, akiknek megfelelő agilitás volt a hangjukban, és itt Déri Gabriellára vagy Takács Paulára gondoltak. És hát valóban hát ők a drámai fach, akár a német szerepeket is, Turandot, Szalome, tudnám sorolni, Aida, mind olyan szerepeket énekeltek, amiket én soha nem énekeltem, és soha nem is fogok valószínűleg. Tehát volt egy ilyen fenntartás velem kapcsolatban. És nagyon érdekesek voltak a reakciók. Ez egy ifjúsági előadás volt, és a gyerekek, hogy is mondjam, nagyon őszinték. Tehát, hogyha ők elfogadják azt a szereplőt, hogy lefedi a szerepet, akkor ők azt ki is mutatják. És igazgató Mokovács Szilveszter ott is volt, és konferált, és ő be volt rökönyödve, hogy a gyerekek ennyire lelkesek a Szilágyi Erzsébet debütálásomon, mert szakmailag nem volt teljesen természetes, hogy egy ilyen típusú énekesnő énekli, mint én. És ez nekem egy jó jel volt, hogy a gyerekek így fogadták, vagy önazonosnak fogadták el. A feketeöves opera rajongók, akik valóban látták ezeket a nagyon nagy drámai énekesnőket, megjegyezték, hogy hát lehet, hogy túl lírai, vagy túl kedves, vagy hát dolgozni kell még a mélágén, hiszen Szilágyi Erzsébetnek a szerepének az alsó hangtartománya egy törölmetszett mezzoszopránt, vagy akár altot igényelne. Akkor még nem nagyon tudtam, hogy ezt miért is alakult így, én csak próbáltam képességeim szerint megoldani, és tudtam, hogy a Konstanca is lemegy alsó B-ig, tehát mind a két szerepben megvan ez az alsó A, B, H, C, abszolút mellregiszteri hang, amin nekem tudtam, hogy dolgozni kell, de ez egy nagyon jó belépő volt a második lépcsőfokba a Szilágyi Erzsébet szerepében, nem beszélve arról, hogy ez is egy anyaszerep volt. Többen nekem szegezték azt a kérdést, hogy na, de miért nem Gara Mária? És sokan kapacitáltak, hogy énekeljem el Gara Máriát. Nem került sor felkérésre, mondanom sem kell, de amikor a későbbi vágyálomhoz, a lemezemhez az anyagot válogattam, megtanultam Gara Mária áriáját, és fájdalmasan konstatálnom kellett, hogy én ezen már túl vagyok. Nem azért, mint hogyha nem lenne vonzó és attraktív szerep, de a hangszíd, az étosz, amit a szerep igényel, azon a valós életkorom is, művész életkorom túl van, és bizonyos dolgokat föl kéne, bizonyos törekvéseket föl kéne adnom ahhoz, hogy ez idiomatikus legyen, és még lehet, hogyha föladnám, akkor se sikerülne tökéletesen megoldani. És még akkor szintén nem tartottam ott, hogy én megvizsgáljam, hogy mind a két szerepet Hollósi Kornéliának írta Erkel, és hogy vajon én mibe különbözök esetleg Hollósi Kornéliától és Hollósi Kornélia szerepkörétől, hogy megvilágítsam magam számára, hogy mi az a distancia, mi az a távolság, amit én érzek a önmagam és Gara Mária szerepe között. Míg nagy elődöm Ágai Karola mind a két szerepet énekelte, tulajdonképpen felváltva, és ő is beleesett ebbe a csapdába, hogy fiatalabb korban énekelte először Szilágyi Erzsébet szerepét, és később énekelte Gara Máriát
szegedi szabadtéri színpadon, és akkor is voltak olyan hangok, hogy na végre azt énekli, ami neki való, de akkor már ő utána visszatért Szilágyi Erzsébet szerepéhez. Nagyon érdekes ez, hogy az életkorunk, a művészi tapasztalatunk, a hangi érésünk nem mindig teszi lehetővé ezt a visszafordulást. Az én pályámon egyszer fordult elő egy ilyen visszafordulás, amikor először pályakezdőkoromban kényszerből 97-ben elénekeltem az Égkirálynőt, mert nem kaptam más munkát, és teljesítenem kellett, és utána egy hollandiai turnén vettem részt a Szegedi Nemzeti Színházzal, és az egy akkora összeg volt, amit ott meg tudtam keresni, amivel a gyerekemmel később vígan elértünk több mint fél évig, de volt valami bennem, ami nem volt önazonos, nem éreztem azt, hogy én ezt a szerepet megkódítottam, és ezért elraktam, és több mint 10 év telt el, amikor aztán 2008-ban felvetettem azt egy operaházi előéneklésen, hogy én ezt mégiscsak előénekelném, mert akkor nem volt más szerepem, amire kandidálhattam volna, és az új technikával, amit éppen akkor gyúrtam ki, ez önazonosabb lett és elérhetőbb. Nem sok mindenkiről tudok, aki ezt a kihagyás utáni visszamenetet arra a vokális magas szintre, stratoszférikus szintre produkálta volna. Én nekem kényszer okozta ezt, illetve az új énektechnika lehetőséget adott, hogy visszatérjek, és akkor azt gondolom, hogy az a periódus, amit igazából egészen 2016, max. 2017-ig tartott, az egy olyan szakasz volt, hogy én sokkal magasabb szinten tudtam elénekelni az Égkirálynője szerepét, és az a meggyőződésem, hogy a személyes legjobbamat 2015 táján értem el ebbe a szerepbe, amikor már tulajdonképpen több mint 20 éve a pályán voltam. Tehát ez is egy jel, hogy igenis el lehet érni, de az Égkirálynő szerepe nem azonos Garamária szerepével, étoszilag sem, kifejezésben, hangszínben sem. Tehát azt a truvájt, amit meg tudtam csinálni az Égkirálynővel, azt most nem vállalnám már Garamária szerepével, hanem azt gondoltam, hogy igenis a Hunyadiban Szilágyi Erzsébet szerepe az enyém. És nagy szerencsémre az elmúlt 7 évben sokat énekeltem ezt a szerepet, olyannyira, hogy tulajdonképpen a kedvencemmé vált, Melinda mellett abszolút favoritom, és az összes szerepem közül tulajdonképpen a egyik leglátványosabb sikeremet mindig is Szilágyi Erzsébet szerepében arattam, mert amilyen rövid és tömör, annyira komplex és színészileg is akkora kihívás, hogy kielégítőnek éreztem minden szempontból. Én is szerettem a szerepet, és a szerep is visszahálálta nekem ezt, és megjutalmazott sikerrel az alakításomért és az odaadásomért. És amikor ezeket a szerepeket elsajátítottam, ami tulajdonképpen nem is két szerep, hiszen a Melinda szerepének 2 vagy akár több változata is van. Ugye létezik a Nádasdy Kálmánik által létrehozott, redukált, egyszerűsített, spintósított, lírizált szerep, amiről levagdosták az összes építményt, és tulajdonképpen valóban elérhetővé tették akkor nagy primadonnái számára, hogy nagy sikert arassanak benne, mint például Osváth Júlia. És ezt is énekeltem, és sikerrel a magamévá tettem, de énekelhettem az ős változatot, ami viszont valóban azt éreztem, hogy egy igazi koloratúra kihívásokat rejt magában, visszaállítva az összes kihúzott ária részletet, sőt egy teljes áriát, ami aztán függelékben jelent meg a Isten veled, drága férjemet. És aztán később ezt színpadon is elénekelhettem 17-ben a Szegedi Nemzeti Színházban, lényegében ez került színpadra, mikor beálltam Galgóczi Judit rendezésében, tehát tulajdonképpen abból csak ez a bizonyos áriózó hiányzott, és én ezt a Tiszapart jelentet még sokszor bevállaltam koncerteken, szólóban is, annyira szerettem, például 2010-ben vagy 2011-ben dán közönség előtt is, és akkor úgy nagyon megragadt engem, hogy mennyire jól reagál egy külföldi közönség erre a gyönyörű zenére, mennyire egzotikusnak érzi, mennyire bravúrosnak érzi, mennyire érzi ezeket a szívhangokat ezekben a gyönyörű középlágéban kibomló népies vagy népzenéhez hasonló dallamokban. És akkor már szöget ütött a fejemben, hogy hát ezt valahogy népszerűsíteni kellene.